vannak dolgok, gyerekek, amik nem változnak. 6 óra, most pontosan 5 perccel. Hello! Hello, Feri! Hello! Cisár Jenő vagyok, az új főkonzul. Meg tudja mondani, hol a budi? Leszakarom az elfogyasztott stúrányon, hol a budi? Igen? Hol a budi? Nem értettem, hogy mi egyen volt. Ne várj! Belevágunk az első témánkban, tulajdonképpen erről szól a dolog, hogy a rákos sejtet ráveszik arra, hogy pusztítja el saját magát. De hát mi laikusként nagyjából ennyit értünk az egészből. Na mindjárt megkérdezzük a Kutatóintézet főigazgatóját, Kocsi András. Jó reggelt kívánunk! Ez például egy olyan csengő, amit a párod csenget, ink for sex. Ez a szex csengő, ez sok szeretettel adja reggelt. Reggel a munkában menet az autóba hallgattalak titeket, beértem a parkolóba, ültem a kocsiban 15 percet, a főnököm az autó mellett jött és rám kopogott, hogy már 20 percet dolgozom kellene, mire majd lecsúsztatom délután, mert a Balázséget hallgatom a Rádió 1-en, mire jó hallgass a telefonodon headsettel, mint én. És érdekes volt a fogyasztóvédelem, amit mondott, mert hogy megkerestük őket. Gondoltuk arra, hogy megszólaltatunk ma ugye tekeseket, a teknek a vezetőjét. Na itt van velünk, hello, Zé, jó reggelt! Viszont megjött hozzánk Gabi! Hey, hello! Sziasztok, jó reggel! Az Airport Hungary címmel megjelen könyve van a kezemben. Kordos Szabolcs a vendégünk. Hello, Szabolcs, jó reggel! Ciao. Jó reggel! Gianni! Ciao. Hello! Jó reggel! Üvölteni nem szoktam. Mindig úgy csinálom, hogy az üvöltést halandzsa nyelvvel párosítom. Te mit csinálsz, Jani, mikor Mónira rámozdulnak? Elvonulsz, hagyod, hogy ő vágja ki magát a helyzetből. Mi történik itt? Mi ez maga kicsoda? Kéri nagy pofunk? Nem látjuk ki valahol szemben? Na ezért kérdezem, hogy ti még nem mondtátok el ez az élethelyzetet, no, hogy ki mit csinál, én már elmeséltem. Nekem bejön. Tegye fel a kezét! Na, adj már! Na, most pakoljon fel! Ja, uram, én az eladó vagyok, csak egy kávéfőzőt kért a feleségem. Kezdjél mozogni! Na, lesz ennek jó vége? Bal kezem a rókus korán, jobb kezem a köztemető. Jobb kezem a köztemető. Az már hullagyalázás lesz! Mondhatsz ilyen nagyon, vagy odamész és leteríted egy csípődobással. Móni kérdezi, mit csinálsz te hülye? Csak egy új hosszabbítót akartak ebben. Persze elkezdem bontogatni combosokkal. Így van, lassú vízpartot pos alapot. Igen. Jézusom, mit csinálsz? Csak a pincér volt. Éppen egy hideg ásványvizet kértem tőle. Visszajössz a borsdóból és megvered a pincér. Ez a típus vagy? Unokatestom volt.